második félidő az nem volt sokkal jobb, inkább a jobb jelző az talán találóbb, de ott már nyilván kijött a különbség. De azért hadd szögezzem le összegészébe véve, ettől a mérkőzéstől függetlenül én nagyon büszke vagyok a csapatra, hiszen a hazai mérkőzéseket, például a BL mérkőzéseket hazai bajnokságba is hoztuk, le a kalappal a csapatom előtt, és nagyon gratulálok, és nagyon büszke vagyok rájuk. A második félidőben a védekezés lényegesen jobban sikerült, ez pedig a kapusoknak is sokat segített, hogy feljavuljanak. Ez volt a lényeg a szünet után, mert úgy gondolom, hogy a támadásunk az nagyon jól működött végig. A szünet nagy részét a válogatottnál fogom tölteni, hiszen a világbajnokságra megyünk. Először lesz egy kis felkészülés, aztán jönnek a meccsek sorban. Remélem, hogy jól sikerül minden.